Finnországban február 28-án tartják a Kalevala és a finn kultúra napját. Markku Virri, finn nagykövet ebből az alkalomból hívta közös ünneplésre a finn-magyar kulturális kapcsolatok tevékeny szereplőit február 28-án a finn nagykövetségen Újbudán. A nagykövet köszöntőjében kiemelte, az idei Kalevala ünnep egyben a finn-magyar diplomácia centenáriuma is, de mint mondta, a két ország közötti együttműködés és kölcsönös kulturális érdeklődés sokkal régebbre nyúlik vissza. Üdvözlő szavai után Urkuti György, Magyarország finn nagykövete is köszöntötte az egybegyűlteket. Mindig egyfajta különlegesen mély barátság, egészen különlegesen mély érzelmi töltet jellemezte, ez ma is így van, és a jövőben is ez vezet át minket. Rengeteg gyakorlatias együttműködés jellemzi ma is a kapcsolatokat, és egyfajta különleges szeretet a két nép között egymás iránt. Azt hiszem, hogy ezt túlzás nélkül mondhatom. A rendezvényen jelen voltak Magyarország korábbi finnországi nagykövetei, és az eseményen Újbuda képviseletében tiszteletét tette Barabás Rihárd is, a kerület kultúráért felelős alpolgármestere. Nagyon örvendetes volna, hogyha például Finnország felé tudnánk nyitni egy finn testvérvárosi kapcsolatnak a megalapításával vagy kialakításával. Nem azt állítom, hogy ez a mai találkozó lesz erre az alkalom, hiszen ma a kultúra ünnep, a finn kultúra ünnepén is vagyunk, Kalevala ünnepen, de azt gondolom, hogy sok ilyen apró lépés, amik a Újbuda és mondjuk más nemzetek képviselői között megtörténnek, vagy mennek előre, ezek visznek el oda, hogy a végén egy jól működő együttműködést lehet más városokkal is kialakítani. Ezen az ünnepségen került sor a Rácz István díj átadására is, melyet a finn-magyar kapcsolatok ügyében elvégzett kimagasló munkáért ítélnek oda évente egyszer. Idén Szabó Ágnes, a Lővei Klára Gimnázium pedagógusa kapta a díjat.